Átvágták a szalagot az Aliszkabau most átadott paksi telephelyén az új szerelőcsarnok bejárata előtt. Kocsmár Balázs, a cég vállalkozói és üzletági igazgatója elmondta, már közel 30 éve vannak jelen Pakson és környékén is, de nem véletlen, hogy most komolyabban is kikötnek az atomvárosban. Nem titkolt vágyunk az, hogy a Paks 2 beruházás kezdetekkor itt legyünk, illetve részt is vegyünk rajta, úgyhogy a vezetőség ennek tudatába intézte, illetve próbálta azt a forrást megpályázni ennek, hál' Istennek meg is nyertük ki, meg tudtuk valósítani ezt a beruházást. A kétszintes épület alsó része vasbeton szerkezetből épült, itt zajlanak majd az acélvágási és hajlítási munkálatok, míg az emeleten, ami egy könnyű szerkezetes építmény, az irodák kaptak helyet. Örömmel tölt el, hogy ez a csarnok megvalósult, bízom benne, hogy még több valósul meg. Süli János, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen elmondta, fontos, hogy merjenek a vállalkozások fejleszteni. Azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb a gazdasági helyzettől függetlenül az erőmű építése fölgyorsul, és akkor mindenkinek lesz munkája, és még több ilyen üzem fog ide települni. Horváth Kálmán, Tolna megye főispánja úgy nyilatkozott, annak dacára, hogy 2020 óta egy negatív spirálba keveredett Európa és azáltal Magyarország is, hazánk gazdasági fejlődése nem állt meg. Komoly eredményeket érnek el az itt lévő vállalkozások, és 30 éves vagy egy picivel idősebb Kocsmár cég, az Aliszkabau is, én azt gondolom, hogy a prosperáló cégek közé tartozik. Szabó Péter, Paks polgármestere is részt vett az átadón. Kiemelte, várhatóan a város is sokat profitál majd abból, hogy egy ilyen komoly cég telepedett le az ipari parkban. Fontos abból a szempontból is egy ilyen telephelynek a kialakítása, hogy az adóbevételeink természetesen ennek köszönhetően minden bizonnyal nőni fognak. Abból a szempontból is nagyon fontos, hogy új munkahelyeket teremt a cég itt Pakson. Hiszen az új épületben közel 50 ember munkájára lesz majd szükség. A beruházás közel 400 millió forintból valósult meg, amiből csak nem 250 millió forintot Európai Uniós támogatás formájában nyertek el.